A Jobbik konzervatívok az Európai Keresztény Politikai Mozgalom pártcsalád tagjaként folytatja a politizálást. Ezt Gyöngyösi Márton a pártelnöke jelentette be, aki szerint tagfelvételi kérelmük elfogadása visszaigazolást jelent a számukra. A témát Fábián Barna folytatja vendégünkkel. Köszönöm szépen, Gyöngyösi Márton, a Jobbik konzervatívok elnöke a vendégem. Jó reggelt, elnök úr! Jó reggelt kívánok! A furfangos kérdéssel indítanék, hogy miért pont az Európai Keresztény Politikai Mozgalom? Miért őket választották? Ugye egy olyan közösséget kerestünk, amelyben a konzervatív, keresztény-konzervatív politika az hangsúlyosan megjelenik. Ez egy, ugye sok európai párt van, egészen pontosan 9. A nézők valószínűleg azokat ismerik jobban, amelyik önálló frakcióval is rendelkeznek az Európai Parlamentben, ugye az Európai Néppárt, a konzervatív és reformisták, a szociáldemokraták, Renew, ugye ezek a nagy parlamenti frakcióval rendelkező pártok. Az ICPM a kisebbek közé tartozik, de ami Magyarországon ismerté teszi őket, az az, hogy 2002-ben Lakitelken alakult, ami ugye azért egy szimbolikus helyszín Magyarországon, talán a demokrácia megszületésének a helyszíne, és ugye a keresztény-konzervatív mozgalomnak talán a születése Magyarországon. Ott született, és a KDNP is tagja volt a Barankovics alapítvány. Utána néztem, hogy 18 tagja van, legalábbis semmi az interneten elérhető. Párt, és több európai parlamenti képviselője van, akik az Európai Néppárt és az Európai Kereszt Konzervatív és Reformisták frakciójában foglalnak jelenleg helyet. Számukra nagyon fontos volt az, hogy a párt ideológiájának megfelelő közösségbe tartozunk, és ez a közösség az, amelyik felvállalja azt az örökséget, amely az európai közösség megszületésekor, a II. Világháborút követően a keresztény demokráciát tűzte a zászlajára, ugye ez Konrad Adenauer, Schumannnak, Di Gasperinek az időszaka. Az Európai Néppárt egy nagyon nagy tömbi párt. Ők az unió alapító atyái. Ők az alapító atyái, és akik nagyon hangsúlyosan egy keresztény-konzervatív politikát testesítettek meg, ami hát 50-60 év alatt egy icipicit, hát hogy mondjam, úgy a hangsúlyait elveszítette. Az Európai Néppárt is már olyan naggyá vált, és egyesek szerint egy picit úgy barrább tolódott, ezt már nem képviseli úgy, mint ahogy azt az ICPM képviseli, tehát ez alapvetően ezekre az alapokra épül, és úgy gondoltam, hogy ez az, ahol a Jobbik konzervatívok különösen a jelenlegi politikájával hézagmentesen beilleszkedik. Félrenézve, nem akarok kötekedni, de nem tartottad, hogy ilyen nagy keresztény felbuzdulásban, amit most előadott, megint előszedik önnek, hogy 2012-ben mondta, hogy listázni kellene a zsidó érzelmi vallású, származású kormánytagokat és képviselőket, mert, hogy mondta ön, nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Hát szerkesztő, hogyha előszednénk a magyar politikai életben mindenkinek a 12 évvel ezelőtti mondatait, akár a magyar miniszterelnöknek, akár másoknak, akkor az nem biztos, hogy a beszélgetést jó irányba vinné el. Ez a közösség, én sem akarok, különösen az én irányításom alatt elképesztő fejlődésen ment keresztül, és az, hogy a Jobbik konzervatívok megtalálta a helyét egy európai pártcsaládban, ráadásul egy olyanban, amely keresztény-konzervatív politikát képvisel, miközben a magyar kormánypárt az meg kilavírozta magát a legnagyobb presztízsű európai néppártból, ez szerintem jól mutatja azt, hogy ki hová tart. És szerintem a Magyarországnak az az egyik legnagyobb tragédiája, hogy a három nagy eszmetörténetileg meghatározó politikai közösségből, ami a kereszténydemokrata, a szociáldemokrata és a liberális politikai tömbökből, a néppártban, a kereszténydemokrata közösségben nincs képviselve. Miközben a Fidesz onnan kilavírozta magát, mi oda tartunk, hogy a keresztény-demokrata közösségben, a keresztény-konzervatív közösségben legyen képviselete Magyarországnak. Az egy tragédia, hogy a legnagyobb tömböt adó és a legnagyobb presztízzel rendelkező közösségben a magyar nemzeti érdekeket senki nem tudja képviselni, hát a mert ott senki nincs miért? Jelen. Egy fővel. Ne csak ott van. Ott van, de a KDNP-ről senki nem hiszi el azt, hogy nem egy szatellit pártja a Fidesznek, ezt még itt Magyarországon se hiszik el, talán még a KDNP-vel szimpatizáló emberek sem, mert szavazóik ugye nincsenek. Tehát jól mutatja a tendenciát az, hogy miközben a Fidesz-KDNP ki, mi befelé tartunk egy szövetségi rendszerbe, és a magyar nemzeti érdekek
képviseletének a szempontjából ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen a nemzeti érdekeket csak közösségekben, intézményekben lehet képviselni. Jöjjünk haza, már ideig is beszélgetésünk egy részben itthon voltunk, három kérdést mindenképpen szeretnék, de hát majd ha hozzá kell tenni, elnök úr, valamit. Mit szól az üzemanyagárakhoz? A nemzetgazdasági miniszter azt mondta Nagymárton úr, hogy két hetet ad a kereskedőknek, kicsiknek és nagyoknak, hogy egy regionális átlaggal megegyező árban legyen a gázolaj és a benzin. Hát a magyar üzemanyagáraknak az alakulása az jól mutatja a gazdaságnak az állapotát, és az, hogy erre a fajta, hát hogy mondjam, ilyen inflációra, meg ezekre a fajta ilyen gazdasági anomáliákra, ami az árakban is megmutatkozik, ugye egy évvel ezelőtt ez az élelmiszer inflációban mutatkozott meg, most az üzemanyagárakban mutatkozik meg, a magyar kormánynak igazából nincsenek jó megoldásai, általában ilyen politikai termékeket próbál az ilyen gazdasági, szakmai jellegű problémákra rá erőltetni, tehát akkor, amikor egy árstopról beszélünk, vagy az árak befagyasztásáról beszélünk, ezt tudom, hogy ez politikailag nagyon jól hangzik, ezzel a szavazót nagyon jól lehet kábítani, de ahogy már ez az élelmiszerárak vonatkozásában is bemutatta azt, hogy ez csak gerjeszti tovább az inflációt, és tönkreteszi a kis- és középvállalkozókat, meg a kereskedőket, ez ugyanúgy már a üzemanyagárak vonatkozásában is megmutatta, hiszen a kiskutak tönkrementek Magyarországon, és majdnem meglátjuk, hogy belepusztultak ebben a fajta két kérdése mindenképpen lenne. Azt mondja, kínai rendőrök, ugye, ön a adatvédelem és információszabadsághoz fordult, az elnökéhez, hogy több kérdése is volt ebben. De hát ez egy nemzetközi jogászok mondják, ez egy nemzetközi szerződés, kínai rendőröknek nem lesz fegyverük, önállóan nem intézkedhetnek, de magyar rendőrök Adriában, Adriai tengerparton, Szerbiában, Liechtensteinnél 23 volt, ottól addig a nagyhercegség nem csatlakozott a Schengeni övezetet, például a svájci rendőrök látták el a vám intézést, parancsolj. Szerkesztő, szerintem a legnagyobb probléma az az, hogy csak találgatunk, ön is és én is, azzal kapcsolatban, hogy mi van ebben a szerződésben. Ugyanis ez... Gulyás miniszter úr megmondta a kormányinfón, nem lesz fegyverük, és önállóan nem intéz. Egy normális országban ezek a szerződések nyilvánosak. Ezeket a kormány fű alatt szervezi és titkosítja. Tehát majd lehet, hogy majd az unokáink majd megtudják, hogy mi volt ebben a szerződésben. Most jelenleg csak annyit tudunk, amennyit a belügyminisztérium és Gulyás Gergely ezekről ilyen rébuszokban állít. De azért engedjen meg valamit. Én nem csak a adatvédelmi hatósághoz fordultam, hanem a szuverenitásvédelmi hatósághoz is, ugyanis úgy gondolom, hogy elképesztő probléma van azzal, hogyha a magyar nemzeti szuverenitásnak az egyik legfontosabb sarokkövét, a rendvédelmet, a határvédelmet, azt kiszervezzük a kínai kommunista párt által. Hát én ilyen messzire urat, nem mennék. Hát a kínai rendőr az a kínai kommunista párt de mondom, hogy nem mintét. És hogy ön azt mondja, hogy ezt össze lehet hasonlítani azzal, hogy a Schengeni és Európai Uniós tagállamok között Ausztriával, Svájccal, vagy Horvátországgal vannak hasonló egyezmények. Ezeket ez nemzetközi egyezmények. Elnök úr, ha megígér, hogy fél percben válaszol, felteszem az utolsó kérdésemet. De már régóta beszélgetünk, most már. Magyar Péter jelenség, úgy röviden dióhéjban. A Magyar Péter jelenséggel kapcsolatban én csak a reményemet tudom kifejezni azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon van igény mély szakmai politizálásra és hosszú távú programokra, és nem az egész magyar közéletet uralja le az a fajta ilyen messianizmus, ami jelenleg az ellenzéki oldalon a várakozásokat jellemzi. Én nagyon remélem azt, hogy Magyarországon van igény arra a fajta életútra, amit Róna Péter testesít meg a Jobbik Konzervatívok EP listájának az élén, aki mellett egy egész életút tanúskodik, és mély szakmai tartalom van, és aki nagyon fontos kérdésekről beszél, arról, hogy az Európai Unióból hogyan lehet Európai Uniós forrásokat az önkormányzatokhoz juttatni, hogyan lehet Magyarországnak a hitelét helyreállítani, és hogyan lehet Magyarországon a béreket felzárkóztatni az Európai Uniós átlaghoz. Ezek a fajta ilyen percemberek, akik jelenleg uralják a magyar közéletet, én nagyon remélem, hogy mellettük van igény a mély szakmai munkára és programokra is. Elnök úr, köszönöm, hogy itt volt, jöjjön máskor is. Köszönöm a lehetőséget.